Ez itt a vasárnapi agyhalál 80 helyett 79. része és Dáviddal. Folytatjuk a Battle Strike Call of Witcher-it. És itt van Dragon Rider is, hogy nézze ezt a nagyszerű játékot. Reméljük most kevésbé trigger pillanatokkal, mint a múltkor, ugye, mert amikor nem voltam, akkor egy trigger pillanatok voltak. Igen, azok voltak. Úgyhogy akkor a Szabotás nevű játék lesz a Bulb csata fejezetben. Az a francia, nem tudok úgy, nem tudom, hogy két. Nincs. Nagyon szép az a gyerek rajzolt, tehát az olyan, mint a gyerek rajzolta volna azt, azt a taktikai térképet. Már ja. Annak mondható. Hey, Hawkins. 18-as krokodilék tanként? Ja, de nem tudom miért. Már... Mert rage-elni fogunk, azért fogadjunk. Hát azt szerintem még a... többi hülyeség miatt kellett, viszont beállítom az egér érzékenységet, mert az megint... hihetetlen magas, de lehet, hogy most a program miatt... Na, jobb lesz így. Az az enemy front sokat fejlődött, tehát ez sokkal jobb, mint ez, tehát hogy azért egy szép fejlődés mondjuk, de nekem az csalódás volt, ugye az arra beszéltem a streamben. Viszont ez tele ultrafos, az meg csak egy csalódás volt, ennyi. Tehát, hogy nem mindegy mondjuk. Na, amit szeretünk, abban lehet csalódni ebben, meg amit nem, amíg szar, az meg fos, tehát hogy az meg így értékeltetlen. Hogy meglepődött a másik? Az ilyen, milyen szép, milyen fej, milyen izé... Milyen fejet vállalt, bazd meg. De így bambul, hogy lőtték, Hát amikor a legelső felvétel volt, akkor lelőttem a csávot, és akkor beszélgetek tovább a semmivel. Jó, azért ez nem változott az enemy frontban, se azért emlékezni vissza. Ott is volt egy nagyon hülye AI-ok. Bár azért valamennyire már felfogták, hogy mi van, de... nem sokkal okosabbak, mint ezek, tehát... Viszont ez tetszik, hogy van nyom a hóban. Ez tetszik? Megmaradnak a lábnyomok. Ez olyan, mint az anyajegyek, amiket Freddy mondott, anyajegyek. Karakterek, tehát ilyen... Tök jó, de mi a fasznak, miért nem a játék működik normálisan, tehát így... Arra fektettek volna inkább energiát, hogy az legyen normális a játék maga. Nem ilyen apró hülyesége. Akkor azt mondja, hogy aaaah, oh, Hilfe! Aztán most sáj széthondan. Enemy frontban meg sájszét mondott, úgyhogy az azt nem tudom, ennyire fejlődés. Amin ez szerintem nem túl sok fejlődés. Az igen, kaptam mindenből. Azért van lőszer, hihetetlen. Ja. De azt hittem, hogy a lábnyom ott volt a levegőben, de azt ne csak a katonáknak a lélegzete. Az mely? Na lehellett hülyén. Schaut mal da hinten! Neki mi baja van? Nézze azt a hullát, hogy vajon mi lehet, mit ülelhette. Azt a kurva! Az nice azért, tehát ez igen! Ez gyönyörű volt! Nagyon fantasztikus, hihetetlen komolyan, hogy ilyen van ebben. Hát ilyet nem basztam még én se, tehát ennyire durva, ennyire szari ilyet, mert rég láttam. A tankok. Át lehet rajtuk menni? Nem. Én meg voltam róluk győződve, hogy erre is rá át lehet menni. Isten. Hát de tévedtél, fiam. Hát eléggé. Hát nem kicsit, de nagyon.
Hát azt nézem, hogy ebben a házban itt nincsen semmi. Majd itt kell tovább menni. Automata mentés. Megint meg kell néznem, mi az automata mentés, mert elfelejtettem. F6. És nem az kedves már, hogy bemegyek a menübe menteni. Azt a kurva. Dávid, azt hiszem, hogy ebből dráma lesz. Ebből dráma lesz. Beszarom. Az igen, meg megint megint. Tagline, insert random taglife music here. Vielleicht 10? Los, such den Unteroffizier. Der Verwalter. Was sollen wir tun? Hilfe! Két lövés a Thompsonból, vagy mi az, és lelőttem az ellenfelet. Jó. Elég hatásos fegyver. Az. Egyébként Freddy mondta, hogy Thompson nem szereti, de én amúgy szeretem ezekben a játékokban, nem tudom. Én tudom használni, én szeretem használni egyébként. Tehát nekem ez bejön ez a fegyver valamiért. Azt aláírom, hogy nem mindenkinek lesz a kedvence, de nekem valamiért tetszik. Ops, az első ilyen lövöd, amit ki kell iktatni, akkor jó, hogy nem ott jobbra mentem, mert akkor lelőttek volna semmiről. Hadd várj csak fegyvert, könyörgöm, ne töltsél újra, hát... Bazd meg, nem tudok fegyvert változni, miközben tölt. Jesus. És komolyan onnan lőnek ilyen erősen. Six sprint. Nem ássza bele a képbe. Tudod, volt egyszer, hogy a tank gyomrából is szélőtt, tehát hogy átmennek bizonyos helyeken, ahol nem kéne, tehát így, mint a nálam. Ja. Oda viszont azt nézem, hogy van itt életcsomag is. Egy csurigval lőszerrel minden. Gondolom ezeket kell szét... Basz... Igen, itt van a... Egy gyönyörű animáció kíséretében tönkrement a löveg. Most mi van akkor, hogy én itt visszább megyek, és ott megyek el jobbra, vajon ugyanúgy? Meg fognak ölni, vagy tovább enged a játék, vagy itt nincs semmi. Van itt egy híd. Tovább enged végül is, akkor lehet itt lesz a harmadik löveg. Talán. Basszus, tisztelem, mint úgy halt meg, mintha a mester lövészbe lettünk volna. Tisztára olyan nyöszörgéssel. Hát volt ez egy mesterlövész áthallás az enemy frontba is az emlék. Tudunk vissza, amikor átjött a zárt ajtón keresztül a forma, azt le támadott, leterített ajtón keresztül. Na, az egy igazi trigger pillanat volt, tehát ez hihetetlen kért jelleg. Aha, és akkor lényegében ez a két híd, ez ugyanoda vezet, jó van. Sőt, milyen világos van, és olyan, mintha itt ilyen sötétben lennénk. Fura. Hányan jönnek, te jó ég? Ja, megint megy a Yadzi, természetesen. Szóval szeretnék kocka pókerezni, de hát ha nincsen toll, meg kocka nem lehet. Ennyi, hogy fel, ezt így 30 sorozatot vettem fel, miközben 30 töltényt, de mindegy. Szóval tartsuk szemmel az ellenség hírszerzését, ez a következő cél.
Ezekre kell vajon reagálnom? És hogyha belemegyek a vízbe? Most ez komoly. Jeges víztől 10 másodperc alatt meg lehet halni. És meggyilkolt a jeges víz, mi a fasz? Nem áll. Ez komoly. Ó, Istenem. Meggyilkolt a jeges víz, a gyilkos víz! A vízgyilkos, ne igyatok belőle, főleg a jeges. Na. Akkor folytatódjon. Remélhetőleg igen. Szóval itt tartottunk a gyilkos víznél. Jaj, hogy... Gyilkos a víz, bazd meg, még mindig nem hiszem ezt te. Mi volt ez a hang? Na nézzük, hogy egy bambulák lesznek-e. Ezek egyből észrevesznek. Jó, mondjuk vissza kellett volna a helyemre. Nem, nem. Ich finde du sterbist. Lementem a járt útról a járatlanért. Nézzük, hogy... Csak nem olyan hülyék, hogy nem vesznek észre. Az lesz a legjobb, ha kitudod, hogy nem is erre kell jönnöm. Vagy lehet, hogy mégis. Újra kéne tölteni. Semmit nem vesznek észre, hogy a fasz. Ja, csak itt nem tudok átvenni, mert a vízön. Akkor lehet, hogy ez csak ilyen segítség volt a későbbiekre, nem tudom. Vagy én megpróbálok átvenni, és vagy sikerül, vagy nem. Á, nem, az a baj, hogy túlságosan késő. Inkább akkor visszatöltöm. Én nem tudom visszatölteni. Meggyilkolt a hideg víz! Most tök jó, most azt látni, hogy nem válaszol a játék, de most megy. Na, hát akkor megnézzük, mi van erre felé. Hát komolyan mondom meg ezt. Nem is igazán értem meg ezt már. Én sem értem meg. Ha ott is vannak, hogy van. One, two. Az ott mit csinál? Most már oké. Aha, rossz irány.
Rossz irány. Akkor már rányják, bazd meg! Jó, akkor ott visszafordulok. Már lehet, hogy rossz irányba indultam el, nem kellett volna ott felmennem jobbra. Lehet, hogy pont ugye szembe kellett volna velük mennem. Jó, mindegy, én azt most már megcsinálom, hogy oda megyek, aztán az egyiket a széjjel verem. Tudom, hogy az egy hosszú idő, mire visszajövök, de nem baj, legalább egy ilyen kevesebb. Á, faszom, nem. Fasz a gyerek vagyok. Ha már agyhalál, akkor be kell vállalni ezt. Szép a fejed. Gondolom erre kéne jönni. Csinálok egy mentést. Ja igen, ugyanitt vagyok. Ja, itt a mögöttem. Ezeket nem figyeltem erre. Jó, akkor ezek szerint most remélem ide kell jönni, mert nem tudok már mit kitalálni, de biztos ide, mert kiírt, hogy út irány frissítve. Olyan, hogy boss fight lenne itt, pedig aztán nincs itt semmi. Ja, gyere, kéne tovább menni akkor. Aha. Die Amerikaner haben ein paar Schwachen hier und da. Wir müssen unsere Truppen hier durch ihren. Hát azon a papíron te meg tudod mutatni a reggel, hogy hova kell menni, akkor gratulálok. Na, érzélek viszont, kérjük olyan, és akkor ez ilyen, ilyen szarfos papír. Lemaradtál arról, hogy éges vízbe belementem, megölt a játék, és kiírt, hogy meggyilkoltak. Na, bazd meg magam. A jeges víz, bazd meg, meggyilkolt. A gyilkos víz. Igen. No, amúgy szerintem jobb, olyan jobban jársz a Thompson-on azt a hatalmat, mert így... nem ilyen stervis puskába kéne őket így nyomni, mert... Ja. Hosszú távon nem túl egészséges. Ja, meg ebben rengeteg töltény is van. Ja, meg rossz irányba közelítettem meg itt a játékteret, és azért megölt a játék. Ja, hát a szokásos. Igen. Az a szokásos probléma. És megint rossz irányba indult. Akkor a faszomba kéne mennem, nem erre. Jó ég. Hát kurvára egyértelmű, mit nem mondjak ugye szokás szerint. Igen. Rossz irány. Meggyilkoltak, meggyilkolt a script. Igen. Istenem. Na, ez a játék. Csak azt tudom elképzelni, hogy fellőttek egy kibaszott nagy rakétát, azt, hogy izé fellőttek egy szondát, űrszondát, aztán egy mesterlővel figyeli minden lépésemet, azt, hogyha rossz irányba megyek, akkor már lő az meg. Ja, mert izé, mert hogy ne tagad meg a parancsot, mert akkor pofon lesz. Ja. Csúlva, hogy a halálos pofon meggyilkoltak. Ja. Mikor... Akkor nem arra megyek, hanem a másik irányba. Na, lenyomtam a billentyűt játékra, indulj már el. Köszönöm. Szóval akkor nem arra kell menni. Lassú bagos posisra. Ja, nem arra kell menni egyértelműen. Próbáltam picikét más asszögben menni, de az sem, akkor vissza kell fordulni. Tehát ott meg nincs semmi. Hát ez az... Meggyilkoltak. Meggyilkoltak. De tényleg ilyen dráma, hogy meggyilkoltak. Azt meghaltál, vagy megöltek, vagy valami meggyilkoltak. Ja, hidegvérrel. A játék. Lassan, fájdalmasan, igen. Mondjuk a játék egy lassú gyilkos lehet, tényleg ez egy kínzó eszköz, tényleg egy kínzó eszköznek jó az a játék szerintem. Ja. Istenem.
adja nekik. Ezzel kéne kilőni. Automatikus mentés. Akkor most kell tovább mennem? Hát lehet. Én nem, szentom, nem mert ezzel nem játszottam. És nem arra kell menni tovább. Miért arra kéne menni, ahol logikus lenne amúgy? Tehát azt nem értem, hogy az kurva logikus, túl logikus ahhoz, hogy te arra menjél ezek szerint. Hát, ja. Akkor meg kell nézni megint a célokat, mert biztos benne van. De imádom az a betöltő képernyő ilyen rohadt lassú, hát... Könyörgöm, egy 14 éves játékról van szó, és még itt ilyen lassan tölt. Jó, Litech Engine, az mondjuk nem a legszerencsésebb. Hol? Nézzük a célokat, azt mondja, hogy... Megöltem a menekülő német tisztet, igen. Most már megint jönnek elő ellenfelek. Az szép. Akkor nem is kellett volna arra elmennem egyáltalán. Az MG42-t szerintem túl használni viszont. Igen, az lesz, csak... Egy. Akkor lehet, hogy nem kell, nem szóval nem ennyire előre, hanem bizony várni, míg ők ide jönnek, azt meghalni. Ja, azt írja, hogy felvetted, pedig csak beültél mögé. Ja. Felvetted, bazd meg, az olyan, mint a kézbe vinnél már. Ez a magyar fordítás, ez gyönyörű azért. De ez fordítok is szégyelt magukat amúgy. Az igazság, hogy a fordítók is tényleg elbújhatnak szégyenükben, tehát nem csak a fejlesztő, de nálunk ki a hazai csapat is, ugye négytelen ez összehortak itt. Azt hiszem, hogy ez most egy kibaszott shooting range lett itt hirtelen ebből a játékból. Hát ilyen, egy helyben forguló, mint a Frontline 1945, hogy mi a franc volt az. És ilyen hullámokba jönnek az ellenfelek, mint a Sirius szembe. Célokat frissítették. Mit kell csinálni? Találkozz. Scarpellóval. A kicsiket nehezen tudom kiolvasni, mert én 800-600-on játszok, mert ilyen geci ez az utc. És adott nekem random fegyvereket, de jó. Ahogy vannak ezek? Ezek meg hogyan spónoltak ide? Vagy a szar, az nem voltak ezek itt. Ez gyönyörű. Akkor most kellene tovább mennem ott? Igen, most kell itt tovább mennem, jó van. Ez gyönyörű. Olyan egyszer előnek, hogy a hang is meghűl. Ugye a hangok terén is azért eléggé érdekes a Citynek a repertoárja, enemy frontban is láthattuk, hogy milyen furán viselkedik néha a hang. Gondolok itt a MP40-es, aminek megakad a hangja, hogyha csak egyet lősz. Például, nagyon elég érdekes. Ezen a torkolat küzdön még mindig nem tudok túl menni. Ott egy RPG-s, azt lelőttem. Az gyönyörű, tényleg ilyen igazi gyönyörű green screen egyébként. Ez. A szebbet kapok össze a G-modhoz egyébként, ugye, amit látható volt néha talán. Néha napján. Thanks for saving my ass back there. We better get back to town. CP is gonna go nuts when they hear what the Germans are planning. Készen van az a pálya is. Nagy nehezen. Kicsit több, mint... Jesus. Hát körülbelül egy olyan 25 perc kellett neki. Igen... Jesus. Gyilkolások. Azért is érdekes. 73 ellenfél, 122 találatok, 319 lövések. Ja. 60 felvérés. Igen, sok ellenség volt. 73. Szép. Ja. 133 szorször találtak el. Oké. Következő... A vidék. Hogy már ementáni lennél ettől egyébként a valóságban, tehát így érted. Igen. Tehát ez annyi lövést, nem, még a 50 cent se élet, aki 10-et túlélt, ugye? Ja. 12, nem sok, tehát jó, szóval belőtted, azt túlélted. We're expecting a supply drop today, and Scarpello and I have been assigned to the patrol. We should be back in a few hours. Gyönyörű ez a víz is.
komolyan mondom. Egyenletesen hullámzik. Türkészkék lepedőre, nem tudom. Hawkins, aznak az enemy front ugyanígy hívtak a főhőst, baszki. Igen, itt is Hawkins. Akkor innen vették. Ja. Az igen, milyen szép fejem van. Hát kell ki van dolgozva rendesen az arcszörzetemben, mondja, hogy egyben minden szar. De ezek a másodlagos karaktereknek viszont annyira nincsen. Tehát azok kicsit elmosódottak. Nem, mert a Citynek fontosabb volt, hogy a fő karakterek azok ilyen szexik legyenek, érted? Szerintük. Nem... De nem kell beülnöm mellé, ja, jól van. Akkor el fognak engem ütni? El fognak ütni? Jaj, bozd meg! Nem, mert nekem kell előre menni, és mögöttem jönnek, de jó. Az kurva logikus amúgy, tehát hogy a jeep menjen hátul, hogy adok semmi elől. Igen. Tehát, hogy... De még pedig akna lenne ott, hogy onnan, de nincsen. Tehát, hogy ez ilyen... Várjál, megpróbálom magamat elütni a jeep-vel. És elüt. Ilyenkor vajon mit fog kiírni? Az szép, tényleg el tudnak ütni, az gyönyörű. Az, de nem tudtam meghalni eléggé. Vagy kiírja, hogy itt tudom én, valami van. Na igen, megpróbálom magamat elüttetni teljesen, aztán akkor is olyan meggyilkoltakat írek ide ki. Na, jöttök már? Ah, nem jönnek ezek, akkor izé. Ezért, ja, nem fogom szerintem tudni ezt megcsinálni, na mindegy, ezt külön elmentem mentésbe, aztán kíváncsi vagyok, hogy itt mi lesz. Vagy itt külön. Vagy? Ja, és nem tudom ezt megcsinálni. Gyorsan csinálok egy mentést. El fog ütni a jeep. Úgyhogy meg egy rossz gomb. És igen, megint én megyek előre, az egyszemélyes hadsereg. Aha. És csak most jönnek utána, na ide jó. Akkor most megpróbálom magamat elüttetni. Csináltam gyors mentést normálisan. Ez az! Sikerült! Elütött a jeep! És nem írt ki semmit! Közben Dragon Rider elveszett, de hát... majd hamarosan szerintem visszatér. Na, az a lényeg, a jeep elütött, és nem írt ki semmilyen feliratot. Jó, ezt megismételjük. Úgyis van időnk. Ha igen, üt, adj. De, meggyilkoltak ugyanúgy. Hát ez komolyan mondom döbbenet. Meggyilkolt a jeep! Oh! Lőszer, meg ilyenek. Hát akkor menjünk. Ah,
Aha, hogyha a szélén nézem, akkor nincsen köd szembe, akkor meg teljesen eltűnik. Mi a szar ez? Az igen, itt robbant valami. Nagy. Van random fű a hóba. Findedzi! Looks like more MGs. Find a way to take them out. Eltűnt a hang vége. Aj, pont ilyen konkrétan tölteni, de jó. Kurva internet. Ja, akkor az volt a probléma, azt hittem már nálam zavart valami megzavarodik a neten, de akkor... Nem, hallom, hogy izé, hogy most így random elment a picsába, mert nem azt biztos mindenkinek most kell foglalni a sebességet, vagy én töltöttem le ma túl sokat, mármint hogy legalábbisan persze. Tényleg, és ez nem vicc volt. 80 gigányi izét, az Destiny 2-t, meg ilyeneket, meg PD is jó nagy volt, így lehet, hogy az túl terelt, csak feltételezés. Mindjárt meghalok. Jesszus. Ott van lőnek ezek. Lol. De ezek oldalról, ezek hogyan jöttek ide? Azt a kurva! Ezek nice. Nem voltak még itt oldalt. Teleportál, mint az enemy front volt, és ezt csinálták amúgy. Hát jó, akkor ez így resi lesz, mert ez így nem lehet megoldani. Egyébként sikerült magamat elütni, ugyanúgy kiírta, hogy meggyilkoltak. Nice. Először a hiba volt, mert nem is írt ki semmilyen képernyőt, hanem egyből ment tovább a betöltésre. Valami hiba miatt. Looks like more MGs. Find a way to take them out. Be careful. Aha, ott az előre azok a mieink. Az oké, okay, akkor... Akkor innen messziről dozok le mindenkit a gecibe. Hanni... Nem is látok semmit, de honnan lőnek ezek? Vannak egy páran, azt látom, de ennyi. Jaj, már közben megjelentek ott. De azok a többiek miért nem akarnak idejönni segíteni, baszom a szájukat, komolyan. Most komolyan onnan mögülük lőnek és nem veszik észre a társaim? Ott mögöttük lőnek engem és nem vesznek észre? Édes faszomat ebbe az AI-ba. Nem látod bazdnek, hogy ezért támadnak engem? Hülye! Amúgy ez tipikus City-s AI, ez is bazd meg. Kurva hülyék! Az enemy frontban is az volt, hogy
néha még visszalőnek az ellenfélre, de még így is alig akarják egyébként eldalálni őket. Ennyire, azért ezek ilyen gyönyörű dolgok. Ennyire szar AI-ba az egén még nem láttam. És hát biztos láttam máshol. Ez azért very nice, tehát hogy ja. Jesus. Tényleg, Jesus. Hát az az. Jó, nagyon jó is. Hát, de ez az a játék, ez úgy katasztrófa tényleg, tehát hogy... A Artasoda fegyverje szerintem van sikerült amúgy, ha már itt tartunk ezeknek a betű sztrájkoknak. Na most bár jönnek minden nagy érdem. Komolyan, ezek akkor miért katonák, hogyha ezek mindegyike arra vár, hogy én lelőjek mindenkit? Nincs koncepció. És itt vannak izék, géppuskák, ezek minek vannak itt, hogyha nem lehet velük célozni? Csak miután én bejövök ide, addig ki be van zárva a kapu. Hát ezt ne tőlem kérdezz, Mori, nem tudom. Istenem. Igen, most lehet azt mondani, hogy miért pont az magyaráz, aki szar FPS-ből, de hát... De figyelj, én jól játszok, tehát nem akarok felvárni, de hogy FPS játékot általában nem játszok az olyan rosszul, mondjuk a szimulátorokat, vagy az RTS, mondjuk legyen akkor a izé inkább a bunyós játékok, vagy PC-n például, vagy RPG-k némelyik. Már nem játszok olyan szóra FPS-eket, de ettől én nagy vérzést kapnék szintén, mert felbosszna, hogy mennyire szar. És nem azért, mert te béna vagy, hanem azért, mert szar a játék konkrétan. Érted? Uh-huh. Ez nem is szépíteni, ennyi, hogy szar az egész, ahogy, úgy, ahogy van konkrétan. Azt mondom, hogy ez közben egy nagyon rossz irány volt, mert arra semmi nincsen. Arrafele megint nincs semmi. De akkor csak az az egy irány, ha jól látom. Ez gyönyörű. Azért. Valószínűleg jó irányban lőnek. Ja, ebből már lehet hallamítani, igen. Igen, tehát az FPS-ek jó tulajdonságai közé tartozik az, hogyha jó, attól tudod, hogy jó irányban mész, hogyha lőnek. Vagy új ellenfelek jönnek. Igen, egyébként a Doomba az volt a trükkje, mert a Wolfenstein 3D-ben az ilyen nagyon régi FPS-ben például, hogy amikor hullát nem látsz magad előttik, mert ha korábban kinyírtál olyan hullát, akkor tudtad, hogy akkor jó helyen jársz, mert ott vannak még élő ellenfelek, tehát hogy akkor még nem daráltad végig őket. Úgyhogy ez egy ilyen, jó, ez ilyen pozitívum, hogy amúgy ott se tévedtél el olyan hűde nagyon, csak kicsit húzt az idődet, hogy nehezebb volt kitalálni, mint mostanság az FPS-ek ilyen iránymutatásai között, ugye. De teszem azt például, ugye most már kijelölik nagyon szépen a kodokban, hogy merre kell venni, mondjuk. Ja, akkoriban ugye nem jelölték ki, hanem hogy ki kell találni, hogy jó, ott van hulla, akkor ott vajára jártál például. És valószínűleg te ölted meg. Vagy meg kell jegyezni, hogy akkor hol gyilkoltad meg az emberünket. Vagy hát szörnyünket, vagy bármit, bárkit, bármit, ami éppen ellenfél volt. Megint kettő életcsomag, úgyhogy biztos, hogy valami nagyon durva lesz itt. Én soha tudtam. Isten megszállatos, de nagyon durván. Megütjük. Közben már őrmester lett Hawkins. Nice. No, Hawkins volt a izé enemy frontnak és a főhős, tehát hogy ez így nice. Ez is egy kicsit ilyen kodos. Tudsz egyébként, hogy olyan, hogy a Captain Price-ot is már hány ezerszer felhasználták, mint nevet. City Inception. Ez a gyenge Call of Duty utánzatok, ugye, City-s játékok. Ugye nem mindegyik, de azért valamennyire jellemző az a
Én jellemző ott sniperökre is, az én enemy frontomra is, de erre is jellemző szerintem, hogy akkor ugye a COD 2 volt, ami akkor arra akart hajazni, hogy a 3, most nem tudom, melyik a világháborús voltak, mint akkor világháborúsok voltak a menők, azt mondom, hogy ez kijött. És ha jól emlékszem. Na, volt itt még egy dolog, hogy itt hozzám beszéltek, de nem rádióban, de környékemen nincs senki. Telepátia létezik? Nincs itt környéken senki, de beszélnek hozzám. Hizé, kezdesz bekattanni, és akkor érdemes lenne egy kicsit megállni, mert bedilizik a karaktert, és lemészárolja a saját társait, vagy valami. Ja. Na, jó, nem. Annyi út felé lehet menni, de azt sem tudom, hogy mi merre. Ez gyönyörű. Többféle úton lehet menni, be is lehet menni, visszafele, aminek... Mi a fasz? Oké. Megölték a Jeep vezetőjét. Mi van? És nem is volt ott Jeep, mi? Hát nem volt egy Jeep. Ez gyönyörűséges azért. Mi a... Ilyen aranyos szokás az ilyen amúgy. Akkor lehet ott kell tovább menni. Vagy... Nem, vagy... Jó, akkor megnézzük először, mi van teljesen ott előre. Hát, ha... Ott kell valamit kezdenem, ahol lelőttem előbb azt a pár embert. Szóval fantasztikus tényleg. Az. Ez a játék egyre jobb lesz ki. Egyre jobb is jobb lesz ki. Érted? Ja. Aha, itt van valami. Azt nézem, hogy ez egy... Aha, ez egy zsák utca. Akkor nem ez lesz. Akkor ez csak ilyen... Tényleg arra kell menni, ott be... Balra. Akkor visszatöltöm. És akkor megnézem arra fel az utat. Jaj, kedves játék, ne fagyják ki, könyörgöm. Jaj, az nagyon aranyos tud lenni. Enemy Front ugyanezt csinálta, hogy egy pár szóval kifagyott. Az végigjátszásom alatt tudjuk hozzá azért. Nagyon mondjuk itt csak a izé alatt, vagy töltés alatt. Hát az is körülbelül töltés alatt fogyott ki többször összem. Töltési idő volt az, ami szopás volt. Megölték a Jeep vezetőjét megint? Már megint, hát nézd meg-e. Akkor az, akit ott lelőttem, az volt a Jeep vezetője, nem tudom elképzelni. Figyelj, én nem tudom már követni. Én se. Mi folyik egy gyöngyösön? Nem, az nem a Jeepnek a vezetője volt, akit előbb-lelőttem. Ha nem... Bántja Józsit. Itt van a... Gyere, itt van ez a két Jeep, az ennyi. Nice. Most ez ilyen mini challenge volt akkor, úgy ér. Aha, ez ilyen mini challenge volt kb. Mini challenge, jó. Mini agyfaszint van. Egyébként. Az. Ez elég kész volt most, őszintén. Hát eléggé. Ezt a kurva mennyien vannak ott lenni. Azt mondja, granáte. Látom granáte.
Hát kicsikét messzebb ment. Az igen, hogy ölnek. Jó, hogy innen oldalról is lőnek. Ezt jó tudni. De létszín, ne töltsél, hadd lőjek egy másik fegyverrel, könyörgöm. Azt gyönyörű. Töltés közben nem lehet bazd meg fegyvert váltani. És nem lehet megszakítani, ezt erre emlékszem, Freddy is mondta, nem lehet megszakítani a túra töltést, tehát ez ilyen instant halál majd, hogy nem. Hát az, amindjárt. Hát most akkor itt visszamegyek a, az életcsomagért, most nem érdekel. Ez ilyen nice. Clayton. Ha persze ez a keci játék nem tüntette el. A másikért nem megyek vissza, mert az meg túl messze van. Reméljük nem tünteti el. Nem, itt van. Egy... Mi van itt még? Fegyver, töltény... Pisztoly töltény, ja nem. Jaj, ne. Azon gondolkodom, hogyha ezt a játékot én befejezem, akkor meg kéne csinálnom a másik Battle Strike-ot, ami megvan nekem. Hol? Azt utána neki kéne állnom a Mortírnak. Hát lehet azt kéne amúgy. Ja. Azt mondja, hogy... Hát akkor innen lesznájperkedem az összeset, ha tudom. Hol? De kurva nehéz lesz, de hát most ez van. Evon. Gyönyörű. Belőbb is olyas valakiket öltem meg az előző pályán, ahová nem is tudtam volna oda lemenni, úgyhogy... Nice. Csak nem ilyen lesz ez a rész is, hogy... Hát az egy nagy kalap agyfasz az egész játék, tehát visszasírja az ember komolyan az emberi frontnak azt a szar befejezését. Én legalábbis azt mondanám. Jó, és ezt kellett csinálni, de gondolom erre fele lehet csak nem, nincs más út. Azt lehet. Itt csak fegyver van, meg lőszer, meg élet. Nem is figyeltem, van itt élet, jó van. Lohol, van életed. Fölösszem. Ja. Yes, life van. Ja, yes, life. Lol. Ja, hát igazából, ja, itt csak erre fele lehet menni, más irányban nem, úgyhogy akkor lemegyünk. És meghaltam, akkor nem erre kell jönni. Az igen. Azért az igen, az sön. Vagy azért megnézem még egyszer, nehogy aztán csak azért haltam meg, mert túl magasabb, túl vehemensen jöttem lefele. Lol. De akkor miért enged ott lemenni, hogyha nem arra kell mennem? Miért rakod egy láthatatlan falat? Még az is jobb. Egyébként igen, vagy valami törmeléket szoktak oda rakni, vagy ilyen barikádot, hogy akkor nem mész át ott. Mert ott az a haverom, tehát ott nem is tudom ott lelőni. Nem erre kell jönni. It's nice. Meggyilkoltak anyádat. Meggyilkoltak. Dráma young. Meggyilkoltak. Ja. Mindig ilyen... Fúj. Túl vehemensen jöttél le a lejtőről, és összetörted magad. Túl vehemensen... Ja nem. Fúj. Vehemensen jöttél a lejtőről, és kitörted a nyakad. Na. Hozzá 2 kiló tejet az ott a kedvenc. Ez a speciátikum, meg kihullott a hajad. És komolyan. Azok, amire röhögnék, ha úgy izélnék, mert Freddynek az üzeneteit bele kéne kódolni a játékba, és köszönöm. Szerintem az simán megoldható egyébként. Többet érne az a játék. De akkor hol a szarba menjek, lehet nem lehet tovább menni itt. Nem, nincs más út erre. Csak lefele nincs van. Nincs más út. Ami a küldetés, térj vissza! Bazd meg, térj vissza a konvojhoz, mi a faszom, hogy most vissza kell mennem a jeephez. És ez kimondta meg neked, hogy merre kéne lenni, amúgy senki fogadja. Senki, az O betűvel előhívtam a izét, a küldetés leírást, és jó irányba megyek, mert ellenfelek vannak. Nice, azért ez így aranyos.
ott is ellenfelek. Jó. Lelőjé! Nagy. Várj, a konvojhoz visszatérni, akkor... Most itt vissza kéne mennem azon az úton, amerre jöttem? Igen, igen, mert automata mentésem van. De miért nem lehet ott átvágni a bokrok között, könyörgöm? Miért itt kell visszafele mennem? Ó, basszátok meg végig. Úgy is van való egy élet a közelben, ha nem tűnt el, ha egyáltalán odáig el kell mennem. Ja, itt van. Szép. Nem látom ennek értelmét. Lol. De hova visz? Nincs is itt a konvoj. Vagy oda... Ide visz... Vissza még. De te erről... Ezek itt te... De ezek már nincsenek itt. Lol. Jaj, kedves játék, pontosan mondjad, mit kéne csinálnom. Biztos jó irányba indultam el. Lehet ott mindenkit le kellett volna lőnöm? Lehet. Ó, és itt van az a életcsomag, amit itt elhagytam még. Ó, nem is kell használnom, mert tele van az életem. Full life. Full life. De van életed, lehet a tag life, no. Az. Nem tudom mi ez a fegyver, de most ezt fogom használni, mert van 127 töltényem, vagy 137. Lol. És van a picsában van az a konvoj akkor mégis, hogyha... Ahol, oda, ahhoz a két kibaszott jeephez nem tudok oda menni. Hát figyelj, én meg nem mondom, hogy én meg nem. Én se tudom. Mi a faszom? Itt egy szellemkatona. Az ilyen, oké, hát ez gyönyörű. Ilyen igazi city minőség tényleg, de ez most mi a faszom? És akkor ide kell bevágni egy jumpscare-t, nem tudom, vagy már... Ja. Az megalapozná ezt a játékot. Na, ilyen illuminati zene, vagy ilyesmi, ilyen X-Octag zene, az kéne ide, az meg. Ja. Mi a fasz? Hát ez még... Mi? Ez itt még le volt zárva előbb. Lohol. Oké. Okay. Jó. Le volt zárva előbb még erre, azért nem jöttem erre. Ezt a kurva. De akkor ezek szerint így kell helyesen lejönni, és nem úgy, ahogy én csináltam. Mindegy. Hát, látod, Dávid, hát csak megcsalódtam benne. Hát látod. Ott van egy... Mi a kurva élet? Ez az a csávó! Az meg! Ne! 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 Mi fasz? Ez egyre jobb bug parádé, bazd meg. Egész este is, bazd meg, egész este is bugzódás, intenzív fájlesztel. Körülbelül ez. Ezt komolyan mondom, hogy... ilyet én még nem basztam, tehát ez valami hihetetlen.
Jézus Istenem! Utolsó pillanatban hirtelen megtámadnak minket. Hű. Hűha, izgalmat. Ja nem, várjál. Csávó, mi mindig itt izél. Hát remélem, hogy a script az emiatt nem fog tönkre menni, mert akkor nagyon meghűlök. Hogyha emiatt esetleg, valamit baj lenne a mentéssel. Hát reméljük azért, hogy jó. Hogy. Nem, hát Jeep hitboxába voltam még. Na most már nem villódzik az emberke, csak benne áll a Jeepbe. Nice. Nem lehetek a Jeep takarásába, mert izé... Mi az Isten? Hitbox. Nem. Szara hitbox. Kéne vennem egy életet. Istenem. Csak hány millióan jöttök, basszátok meg hát? 800 ezeren. Túl sokkal nem elegem. Jaj. Istenem. Szégyen. És érted, hogy, hogyan találjak el bármit is, hogyha folyamatosan lőnek engemet? Hogyan próbálják én egyet is eltalálni így? Akkor a kurva célkereszt össze-vissza mozog ilyenkor, ugye? Ez nagyon jó, olyan kérdés, amúgy. Szóval balra-jobbra mozgok, és akkor nem találnak el. Ja, most a tök mindegy, mert már izé full piros az életerőm. Szarott. Nem tudom nulla életelővel lehozni, lehetetlen. Mert a kurva Jeep-nek a izébe voltam, hitboxába, és azt lőttem, nem az emberkét. Azt arról, hogy ez a játék egy korakoki tényleg egyébként, tehát hogy ezt kár lenne előítatni tőle. Azt hiszem ez lacsek kompatibilis játék lesz előbb-utóbb. Azt a kurva, ezért kapni fogsz, hogyha tudod. Hogyha már a mesterlövésznek csinálta. Istenem. Életcsomag, életcsomag. Fegyver, élet, fegyver, minden, ami szemszájnak ingere. És akkor... Köszi, hogy nem töltötted újra a fegyvert, bazd meg! Azt a kurva! Ez gyönyörű! De mi a szar, hogy nem tudom eltalálni? Hát mit lő ez? Anya picsáját! Azt lőjél! Ajaj, mi csaját! Félesen nem. De mi az? Háromszor kell belelőnöm, hogy eltaláljam? Az mi az, geci? Hát... Jó. És ők hány millióan jöttök, basszus, hát komolyan. Na jó, akkor megpróbálom fejbe lőni őket, az az egyetlen biztos. De hol? Megvan. 8. Kilenc... Tíz, azaz. Szép. Ja, és még izé. Na, az ott el fog indulni, vajon így? Hogy bele van állva a Jeep-be? Ez jó kérdés, hogy várjál. Itt rejtünk. Oké. Aj, de... Megint izé... Össze-vissza... Két vagyok. Oké. Megint... Arr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 r
mert nagyon baszakodott nekem itt valamiért az egész. Ja. Nem akarja azt a normális letöltési, feltöltési sebességet, amit kéne neki, mondjuk úgy.
Mindig a legális dologról van szó. Egyébként tényleg. Csak Balázs eszembe jutott most a legális verzióról, mi ilyen szegény gyerek. Originál. Steamos, originál. Ah, ráraktam kettő azért, dinamitot. Aha, és most a... Még máshova is kinetem, nem? Ja, megint megölt a gyilkos jég. Meggyilkolt, igen. Hideg vérrel. Hideg vízzel. Lőtt kakaóval. Hideg vízzel meggyilkoltak. Ja, lent ott kakaóval. Jó, ez is itt oda is tettem, oda is tettem. Akkor én ezt itt csináltam, mert máshol nem lehet tenni. Sőn. Ja, tér vissza a jeephez, jó van. Nézzük meg a animáció. Az igen! Micsoda animáció. Gondolsz, hogy elővezik az embere. Ilyen. Micsoda robbanás, Michael Bay büszke lenni. Ja, híd az, hogy látványosan esett szét a magam, hogy jend ez a hang. Szokásos city robbanás effekt. Ez az elég szar kategória, igen. Ezt eltaláltál. És kész. És kész. Na, 82 megölt ellenfél, 200-szor találtak el. Az igen, az már dupla a mentális. Az. 48 fejlődés. Headshot. Na jó van, és szerintem akkor ez legyen a mai napra a végszó, még megvárom a következő pályának a betöltését, aztán... Lol. Aztán, hát Jézus Isten, ezt a pályát, te jó ég. Aztán mert szenvedünk legközelebb is. After narrowly escaping the Germans, we managed to retrieve some supplies from yesterday's airdrop. Many attended Christmas Eve mass and morale is high. The shelling has started again. The Germans are making a push. We're outnumbered, yet the boys fight on. They refuse to give up Bastogne and will die trying. I've been assigned to protect the eastern city wall where the fighting is heaviest. It's Christmas Day. Does the war never rest? Take Scarpello and find cover in that house up the road. If any Germans come down there, you radio CP right away. Got it? Okay. Na, akkor ennyi lett volna a vasárnapi agyhal 79. része. És hát akkor folytatás jövő héten. Igen, úgyhogy... Hát sziasztok! Ja. Bye. Ennyi. Nincs is több hozzáfűzni, valam ez a játék egy szarvé mindig. Egyet értek. Sziasztok! Sure.